Isten hozta megvilágosodott nézők, József Horváth vagyok, átadom önöknek Magyarország fővárosa, Budapest bájos népének szerető jókívánságait. Ma Rejtélyes utazás föld mélységeibe című műsorunk második részére hívjuk meg önöket. Kiváltságos bepillantást vetünk az életre földanyánk belsejében, Miss Diane Robbins Üzenetek a belső földből című könyvének szavain keresztül. Az első részben láttuk, hogy a föld közepét spirituális és technológiai értelemben is magasan fejlett lények lakják. Ezek az emberek a világűrből jöttek, egy csendes helyet keresve, ahol folytathatják evolúciójukat és bolygó felszíni lakóinak is segíthetnek saját fejlődésükben. A belső föld lakói munkájukat kikapcsolódásnak tekintik, mivel azt teszik, amit szeretnek szívükben örömmel. Munkanapjuk időtartama kevesebb, mint fele a miénknek, ami bőséges időt ad arra, hogy kiegyensúlyozott életet éljenek. A tánc és ének szerves része mindegyikük életének. Mindenütt vannak színházak és zenei, valamint tánckonzervatóriumok. A családok tökéletes harmóniában élnek, és teljes mértékben támogatják egymást. Esti étkezésüket mindig együtt költik el, majd utána táncolnak és énekelnek. A belső lények barátok kiterjedt hálózatára is számíthatnak, és mindent együtt tesznek. A könyv egyik fő hírnöke Mikos Katariából, aki Portologosz könyvtár főkönyvtárosa. Ez egy tipikus belső földi épület, bujazöld külsejét élettel teli füvek, virágok, bokrok és fák alkotják, amit éneklővízű tavak és szökőkutak tarkítanak. A könyvtárhoz vezető lépcsők kristályokkal és gyémántokkal kirakott fehér alabástromból készültek, míg az épület belseje csupa kristály és drágakő. Egy kristály lépcsősoron felfelé haladva békésen szemléled, amint kinyílik egy ajtó, és feltárul előtted az egész univerzum, az összes bolygó, nap és galaxis. Portologosz könyvtára az univerzum feljegyzéseit tárolja, és dimenziókapuként szolgál, ahonnan bármilyen helyszín és időpontot elérhetsz. Az információt könnyen hozzáférhető kristálydiákon tárolják. Amikor ezeket a kristálykivetítőkön nézzük, a történelem a szemünk láttára életre kel, mintha ott lennénk, pontosan azon a helyen és időpontban az univerzumban. Vagy ehelyett ülhetsz egy hívogató fotelben, és azonnal kapcsolatba kerülsz a könyvtár központi számítógépével. Gondolataidat és érzéseidet használva választod ki, hová és mely korba szeretnél utazni az univerzumban. A történelem közvetlen átélésének e két módja a legjobb, hogy megtanuljuk problémák megoldását, és fajként békében és szeretetben fejlődjünk. Ez a könyvtár modellként fog szolgálni a Föld összes jövőbeli élő és megvilágosító könyvtárához. Belső föld lényei már elérték a tudatosság emelkedett állapotát. Az élet univerzális isteni törvényei szerint élnek, ami kijelenti, hogy amint vetsz, úgy aradsz, és felfogják a mély értelmét annak, hogy amit másokkal teszel, azt önmagaddal teszed. Mivel felismerik azt, hogy bármit gondolsz és érzel, az megteremti a valóságodat, és másokra is hatással van, ezért minden egyes gondolatukat megőrzik istenének. Spirituális fejlettségük lehetővé teszi, hogy teljesen átéljék az egységet az egész univerzum teremtéssel, és valóban szeressék és tiszteljék a teremtés minden aspektusát. Ezért bőségben élnek, tökéletes harmóniában egymással és a környezetükkel. A belső föld lakói örökké hálásak mindazért, amit a földanya ad nekik, és soha nem vesznek el többet, mint amire szükségük van. Nincs szükség pénzre, mivel mindenen szabadon osztoznak. Az időt sem érzékelik úgy, mint mi, és nem használnak órákat. Egymással telepatikusan kommunikálnak, és állandóan kapcsolatban vannak minden életformával is a környezetükben. Szeretnek a szabadban lenni, és az őket körülvevő természet révén folyamatosan megfiatalodnak, ezért nagyon kevés alvásra van szükségük. A halhatatlanság segíti gyors fejlődésüket, mivel tanulásukat nem kell egyik életbe a másik után leállítaniuk, majd újra kezdeniük. Menjünk ki, és vegyünk néhány mély, megfiatalító lélegzetet az anyatermészetben. Kérjük, maradjanak a Supreme Master Television adásán. Azonnal visszatérünk.
Isten hozta önöket újra, amint felfedezzük Miss Diane Robbins Üzenetek a belső földből című könyvében feltárt rendkívüli tényeket. A belső föld lényei évezredek óta alattunk élnek, de a mi világunk rezgési szintje csak most jutott el elég magas szintre ahhoz, hogy eljuttassák hozzánk üzenetüket. A belső föld lényei nagyon szeretik a felszín lakóit, és Ashtar parancsnoksággal és Telosz lakosaival együtt az a küldetésük, hogy segítsék a földanyát és felszínének lakóit felemelkedésükben. Mivel jelenleg nem biztonságos a belső föld lényei számára az utazás a bolygó felszínére, ezért a föld belsejében maradnak és felügyelik a felszíni tevékenységet nagy, aminósav alapú számítógép rendszerükön. Bármikor észreveszik egy területen a negativitás szigeteit, azt igyekeznek eloszlatni azzal, hogy szeretetüket és fényüket arra koncentrálják. Így csatlakoznak a nagy központi naphoz, számtalan fénymunkáshoz, az egész univerzumhoz és magához, Istenhez. Hogy bolygónkat végtelen mennyiségű fénnyel vegyék körül. Ezáltal az emberek hamar ráébredhetnek valódi természetükre, és megtapasztalhatják az egységet a teremtés egészével. Ez spirituális evolúcióunk kulcsa, és ebből a felismerésből feltétel nélküli szeretet fog megnyilvánulni minden dolog iránt. Egy 2014. szeptemberi videokonferencia során Csinghaj legfelsőbb mester elmagyarázta, miért van szükség a spirituális felemelkedésünkre ahhoz, hogy találkozzunk jóságos belső földi felebarátainkkal. Master, will the people living underground ever come out to the surface to live, or will it never be safe enough for them? Well, it depends on humanity, the humans on this planet, on the surface, okay? If we become more kind, more generous, more peaceful, then maybe they just come up, okay? But there are many of them come up and down already, yeah? Just wow. They come up and down, but not many of them want to come and stay with us. Our world is too polluted for them and too unkind. They are completely vegan, you know. They don't wow. like war. They love animals. They love each other. They are completely different from us. That's why they cannot come and stay long in this very coarse atmosphere of our surface of the planet. Huh? Yes, Master. We have to speed up and be good, and then they come. Or we can come visit them. If we're peaceful enough, they will let us also. Valóban, ahogy az üzenetek a belső földből elmagyarázza, amikor a felszíni népesség eléri a felébredt lények kritikus tömegét, a föld felemelkedése nagyon gyorsan meg fog történni. Minden lény a bolygó belsejében és külsején egyesülni fog a tudatosság eme egységében. Amíg ezen a világon lévő negatív entitások egy elszigetelt bolygón fognak testet ölteni, ahonnan többé nem lesznek képesek hatni az emberekre. A belső föld lényei utasításokat fognak kapni a bolygók Egyesült Szövetségétől, hogy nyissák ki alagútrendszerük ajtajait és üdvözöljék az embereket a föld belsejében. Rekordidő alatt segíteni fognak abban is, hogy meggyógyítsák a világot az összes szennyezéstől és betegségtől. A belső föld lényeinek életmódja az emberek veleszületett joga is, és az a sorsunk, hogy visszatérjünk ehhez az életmódhoz, és édenkertet teremtsünk a földön. Ettől kezdve nagyon gyorsan beindul a földanya saját felemelkedése, és ragyogó csillaggá hevül, teljes veleszületett istenségében és pompájában. A Föld újonnan kijelölt helyre fog átkerülni a galaxisban, ahol végre szabadok leszünk, hogy sok-sok ezer éven át békében fejlődjünk. Ez soha nem történt meg korábban, és az egész univerzum újonva fogja figyelni ezt a gyönyörteli eseményt, ahogy számtalan jóslat végül beteljesedik. Ahhoz, hogy felgyorsítsuk ennek az örömteli eseménynek a bekövetkeztét, a belső föld lényei arra kérik az embereket, hogy újra kerüljenek kapcsolatba a természettel úgy, hogy sok időt töltenek a szabadban, és abba hagyják a föld mindenféle szennyezését. Továbbá merüljenek el mélyen önmagukban, amilyen gyakran csak lehet, hogy újra kapcsolatba kerüljenek Istennel és minden teremtményével, és imádkozzanak a mennyhez és minden fénymunkáshoz a segítségükért ebben a kivételes csillagkalandban.
Miss Diane Robbins, az Üzenetek a belső földből írója, 1939-ben született, és jelenleg a kaliforniai Mount lakója. Miss Robbins sok életen át fogad telepatikus üzeneteket. Ebben az életben 1990-ben történt, hogy elkezdett meditálni, amitől telepatikus képessége ismét felébredt. Akkor képessé vált üzeneteket fogadni nem csak a cetféléktől, fáktól, kristályoktól és természetszellemektől, hanem a föld alatti városok és a belső föld lakóitól, felemelkedett mesterektől és a bolygók szövetségének Ashtar parancsnokságától is. Isteni küldetésében megerősítették őt a belső föld lakói. Te, ami közvetlen leszármazottunk vagy, és úgy döntöttél, hogy a felszínen öltesz testet, hogy a két világunkat összekösd. Miss Robbins az Üzenetek a belső földből című könyvén túl írt néhány további könyvet. Tájékozódhatsz mindezekről a művekről, és megrendelheted őket a honlapjáról. www.dianerobbins.com. Mélyen hálásak vagyunk Miss Diane Robbinsnak, hogy magasan fejlett lényektől fogadta, leírta és szorgalmasan közzétette ezeket a megvilágosító üzeneteket. A belső föld lakóinak is őszintén köszönjük isteni segítségüket, amit az emberiségnek szeretettel nyújtanak, továbbá azt, hogy ilyen ragyogó példaképek. Valóban Isten felemelő útját követve káprázatos paradicsomhoz fogunk utat törni, pontosan itt a Földön. Nagyra becsült nézőink, köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk műsorunk második részére, rejtélyes utazás a Föld mélységeibe, üzenetek a belső Földből. Következik...